kiegészült a teljes Rally 3-as bajnokcsapat, Lenkei Ákos és Lenkei Dótos Szintia, sofőr és navigátor is, ugye mellettünk áll a Zsiguli is. Ki a főnök? Ákos. És az autóban? Ott is. Kamerán kívül még más volt a felállás, de mindegy, akkor legyen így. Előbb volt a rally, vagy előbb ismerkedtetek meg? Ki válaszolja? Hát, is. Mind a két válaszra kíváncsiak vagyunk. Hát én ugye előtte is, nekem már volt ez, a Lada szerelem meg a rally, és utána ismerkedtünk meg. Ugye az egy pont olyan időszak volt, hogy még a Bordeaux talán megvan, meg ugye az elébb, hogy elmondtam a dátumokat, úgyhogy még az 20-ban volt a parasztnyajukó, javítsam magam, és akkor még azzal mentünk együtt közösen, igaz, egy kumbadarason, de azzal csak annyit, és utána azzal is bontódott, ki lett árulva, és akkor utána nekem is szünet volt, úgymond még ez készült, meg addig ő se tudott ugye így ebbe ülni, vagy semmi másba ülni, úgyhogy nem volt mivel menni. Aztán, mikor elkészült, akkor mentünk együtt közösen ezzel az autóval. Szintén ez egyértelmű volt, hogy be fogsz ülni párod mellé? Nem. Honnan jött az ötlet? Ákos gondolta, hogy szerinte jó lesz. Én nagyon óckodtam tőle, azt gondoltam, hogy ez nekem nem fog menni, aztán mondta, hogy próbáljuk meg, és bent ragadtam. Volt előtte bármilyen autósportos vagy autós kapcsolatod? Csak nézőként kijártam versenyeket nézni. És milyen volt navigálni? Félelmetes. Ugye azt mondják, hogy a lányok sokkal jobb navigátorok, mint a fiúk, mert hogy több mindenre tudnak figyelni, sokkal jobban tudnak szervezni, akár az autóban, akár kívül. Ez igaz? Én nem tudom. Szerinted? Hát egyébként meglepően ügyes volt először is. Ha azt az oldalát nézzük, hogy életében ebbe az autóba is mellettem navigált legelőször, nagyon hamar ráérzett erre, meg nagyon hamar megtanulta a menetlevelet, az itinerfizetet, meg minden ilyen egyéb tennivalót a navigáláson kívül, ami nagyon fontos ahhoz, hogy ne vegyék el tőlünk az eredményt, hogy mindenhol időbe odaérjünk, meg ilyenek, hogy tényleg hamar megtanulta ezeket a dolgokat ügyesen kezelni. Szintén, mi az, ami megtetszett a navigálásban, a rallyban? Leginkább szerintem Ákos miatt, hogy az első versenyünk, hogy célba értünk, hogy ahogy egymásra néztünk, hogy igenis, és ez megvan, és beértünk, és hogy milyen öröm volt. Aztán meg mindig ez a sikerek, úgymond sikerek. Milyen érzés a párodnak navigálni? Folyamatosan azt érzem, hogy meg kell neki felelnem, és hogy nem hibázhatok. És amikor azt mondja, hogy ügyes voltál, akkor is tudom, hogy hibáztam, és hogy volt benne még, lett volna benne. De ha ő azt mondja, hogy jó volt, akkor én elhiszem neki. De talán ez a navigátor munkában a leghálátlanabb dolog, hogy a legapróbb pici hiba is az a navigátornak azonnal feltűnik, és akkor egy világ omlik össze benne, hogy úristen, ezt elrontottam, és emiatt kerültünk hátrányba. Míg mondjuk, hogyha hibátlanul lehozza a sofőrt, akkor legfeljebb megvelegítik a vállát, hogy jól csináltad. Igen. Mennyire nehéz ezt feldolgozni, hogy egy nagyon, nagyon nüansznyi hiba is súlyos másodpercekbe kerülhet, akár helyezésekbe is kerülhet? Szerintem nem tudok rajta túl lenni. Tehát, hogy hibázok, és tudom azt, hogy mennyit jelent, és látom rajta is, hogy akkor ideges és csalódott, és csak próbálok utána még jobb lenni. Ugye itt egy bajnok triumvirátus mellett állunk, ezzel az autóval lettetek bajnokok. Tavaly előtt indultatok, akkor lett ugye kész ez a Zsiguli, akkor mentetek 3 versenyt, de az nem volt annyira sikeres az a 3 verseny. Hát igazából a 2022-ben sem mondanám, hogy a legelső versenyre kész volt az autó teljes mértékben. Az már inkább ilyen erőltetett volt, pont azért, mert nagyon-nagyon szerettünk volna ezen a Kazincbarcika rally menni, ott menni először együtt a kész és az új autóval, hogy ott kipróbálni, mivel olyan gyorsok voltak a Kazincbarcika rally, ami nekünk otthoninak számított, tényleg a
majdnem a házunk előtt volt a beíró, a stop, hogy azokon a pályákon mindenképp menni szeretünk volna, és a motor akkor is csak így imelámmal volt benne kész, egy tök széria motor, először csak az belett téve, és akkor ott azt tudtuk az előletét, mellé se volt nézve a motorba, csak volt ott, vagy egy ilyen tartalékmotornak lett véve, és akkor, hogy azt tegyük bele, bele se néztünk, azt tudtuk, mennyi kilométeres, vagy milyen benne, bármi is, és akkor negyedik gyors után le is hajtókarcsapágyasodott, úgyhogy ott ki is estünk a versenyből. Tulajdonképpen a tavalyi szezonnak sem úgy vágtatok neki, hogy ti vagytok az abszolút bajnok esélyesek. Nem. Sőt, én azt gondolom, hogy a szurkolók egy jelentős részét megleptétek. Hát igen, ugye a 2022-ben volt ez a Barcika Rally, ami ilyen nem túl fényesen sikerült, aztán mentünk egy Óz Rallyt Just for Fun-ba, a Rally 2-ben csak így. Akkor elkészült a versenymotor az autóba, ott ilyen tesztjelleggel, meg hogy menjünk vele, azt ott célba értünk, az ott jól sikerült, aztán az év végén az utolsó Rally 3-as verseny még 22-ben, hogy induljunk el akkor Pálházán, akkor már ott rendesen mezőnybe. Ott már jól szerepeltünk volna, abszolút második helyen és kategória első helyen álltunk. Egy gyors volt még vissza, az utolsó gyorsaságinak a második, harmadik kilométerében egy ilyen nagyon olyan hiba miatt kiestünk, hogy egy vízpumpa égszí leszakadt róla, és ezért felmelegedett a vízfok, muszáj voltunk megállni. Úgyhogy az is ott bosszantó volt, és nem említettem még eddig. Az addigi, a 2022-es év első Barcika Rallyáig is ez az autó nagy hála Gliba Ádámnak, mert ez a nagy részében az ő kez a munkája, meg a közös kezünk munkája, hogy itt ebben nagyon sok mindent ő talált ki, és ő fejlesztett bele, meg ő által lett megépítve. És aztán ezt a három versenyből levontuk a tanulságokat, és úgy a télen, a 23-as év elejére, még vele, akkor még azokat a gyenge pontokat mindent átfejlesztettünk, és neki nagyon nagy köszönet, mert ő neki nagyon nagy munkája van ebben, hogy a végi eredményben ez a bajnoki cím megvan, mert onnantól lett ez a kocsi nagyon stabil, meg hogy onnantól célbért szinte mindig. Tehát magyarul kellett ez a három kevésbé sikeres verseny ahhoz, hogy az autó jól összeálljon a tavalyi szezonra. Így van. Ugye a 22-es Pálháza Rally ott egy egész jó eredmény volt kilátásban. Igen. Milyen volt az utolsó gyorsaságon kiesni szintén? Tehát amikor az ember már majdnem bent van a célban, már majdnem megvan, már szinte kezdi elhinni, hogy megcsináltuk. Hát nagyon bosszantó. Csalódás volt. Ákos, hogy kezelte? Jól, nem. Nehezen. Nagyon ideges volt akkor. Hát igen, mert egyébként, hogy kiestünk, tudtam azt, hogy már utolsó gyors. Nem volt akkora előnyünk azon a helyen, ahol álltunk, hogy beleférjen egy égszícsere a gyorson bent, és menjünk tovább, és megtartsuk a helyünket. Ez a rész is bosszant volt nagyon, hogy egy ilyen kis alap, egy ilyen nagyon piti hiba miatt esünk ki, ami egyébként, ha másik oldalról nézzük, nem az, mert a motor tönkretettük volna, nem állunk meg. De viszont volt az autóban tartalék, égszí volt minden, és az is bosszantó volt benne, hogy nem tudtam kicserélni, mert nem volt megfelelő szerszám hozzá. Még szenvedtünk, meg mindent csináltunk, aztán végül csak sikerült felrakni, de akkor még nem így volt megoldva, két égszí volt rajta, egy volt a generátoron, egy a vízpumpán. A generátori, vagy melyik, valamelyik leverte, az elég, hogy mind a kettő lejött róla, de nem tudtam kicserélni csak a vízpumpáit. Töltés nélkül már utána lementünk a gyorson, utána lemerült az aksi, utána még megálltunk, jönni kellett, értünk, úgyhogy ez ott a végére nagyon rossz volt. Viszont a 23-as szezon az nagyon jól indult számotokra. Nyerges Rallyval kezdődött ugye a bajnokság, ahol nyerni tudtatok. Igen, hát ugye azt megelőzte ez a téli nagy felkészülés, még ezek az apró hibák, amik miatt 22-ben bal szerencsések voltunk. Ádámnak köszönhetően meg így mi általunk meg lett minden oldva, kijavítva, és akkor úgy álltak össze a dolgok, hogy tudtunk menni, és akkor Nyergesújfalun váratom felül, vagy hogy mondjam, hogy nem számítottunk rá.
emlékszem, 425-ös rajtszámot kaptunk még, és sikerült. De az is ilyen, nem sokkal, de nem az számított, ott sikerült az abszolútot megnyerni. Úgyhogy szinte mikor éreztétek azt, hogy ez meg lehet, az a győzelem? Hiszen ugye ez volt az első közös győzelmetek, de talán neked Ákos és ez volt az első győzelem. Ilyen komoly szinten rallyáron vagy ORB-áron, igen. Tehát azért ez egy óriási dolog, nem? Amikor az ember ennek a kapujában áll. Több videóban is elmondtam. A tavalyi év, úgy, ha komolyan nézzük, az az első évünk is, hogy ami úgy tényleg... Az első teljes szezonotok. Úgy van. Hogy... Teljes bajnoki szezonotok. Szóval szintén mikor éreztétek azt, hogy meg lehet? Én Diósgyőr előtt. Amikor már Ákos számolgatott, hogy meg kell nyernünk, és meg kell nyernünk a Powert is, és hogy akkor is ugye számolni kell, hogy hány győzelmünk volt az éven, akkor éreztem azt, hogy ez most tényleg kemény lesz ez a verseny, hogy tényleg mindent bele kell adnunk. Akkor éreztem először, én addig nem. Mondogattam Ákosnak, hogy szerintem az első hatban leszünk benne évvégén is, ha sikerül. Aztán... A nyerges rally számodra is meglepő volt, hogy vezettek? Abszolút, igen. Hogy szembesültetek vele, hogy az első helyen álltok? Az se volt egyből ilyen egyszerű, mert az első gyorsan, hogy elrajtoltunk, ott megállítottak minket, mert beesett az előttünk, nem tudom, egyel, kettővel vagy hárommal rajtoló, és ott egy ilyen 5 másodpercet jobbá is írtak, úgyhogy ott mi valami abszolút hatodik, vagy valamilyen az első gyors után nem álltunk mi legyen az elején, hogy le voltunk maradva, valami inkább a 10-hez közelebb álltunk az első gyors után, aztán a második gyorsnak, vagy a másik gyorsan ezen a rugógyári úton egy olyan jó sikerült menni ezen a szűk részén, mert az elején annak nagyon tempós, meg széles, de a második része azok mindig jobban tetszettek, hogy mentek nekünk. Ott egy olyan jót mentünk a másik gyorsan, hogy rögtön feljöttünk abszolút második helyre, meg kategória második helyre, és valami nagyon kevésnyivel voltunk az elsőhöz, és akkor a harmadik gyorsan már, hogy már nem állítottak meg minket, az ugyanúgy a lábatlan bajna volt, azt megint sikerült, vagy nem, akkor már sikerült megnyerni, mert ott nem volt olyan, hogy megállítsanak, de azt nem sokkal, hogy átvettük a vezetést, a harmadik gyors végére így már vezettük a versenyt. És ezt ott bent az autóban tudtátok a harmadik gyorsnak a céljában, hogy vezettek? Hát ugye ott akkor egyszerű volt még ezt tudni, mert az élboly ugye az elején ment, mert az általában mindenkinek volt, vagyis a mezőnybe mindenki versenyzett 2022-ben is, vagy már több esztendőn keresztül versenyeztek. Ugye mivel, hogy 4-25-esek voltunk, már minden olyan versenyző lement addigra, mire mi mentünk, hogy tudtuk azt nézni, hogy már nagy valósággal az utánunk levőkből nem mentek gyorsabban senki. Tehát ott a beíróban ott már akkor szembesültetek vele? Így van, hogy ott láttuk, hogy ezt a gyorsat sikerült megnyerni, és akkor már átvettük a vezetést. És na és milyen volt egy Rally 3-as versenyt vezetni, ami így kimondva talán nem hangzik a nagy dolognak, de amikor az ember végig éli a pályafutását, elmegy Szlovákiába versenyezni, elmegy Kunmadarasra versenyezni, igen, és utána belekóstol egy picit ralliba, aztán utána megépíti a versenyautót hozzá, elmegy az első 3 versenyre, ahol folyamatosan kudarcok érik, és aztán oda megy egy teljes szezonra, egy Rally 3-ba, ami, hát emlékszem, hogy annak idején, amikor mi jártunk rally versenyekre, a Rally 2-es versenyzőkre úgy felnéztünk, mintha ha istenek lettek volna. Tulajdonképpen most a Rally 3 körülbelül azon a szinten van, mint akkor a Rally 2, tehát egy nagyon jó Rally 3-as versenyzőre, én azt gondolom, hogy most is a szurkolóknak a nagy része az már felnéz úgy, hogy úristen, hát ők már azért valakik. Bekerülni egy ilyen Rally 3-ba, ezen az úton végigjárni, már egy óriási dolog. És egy ilyen Rally 3-as versenyt az első teljes szezonotokban, a harmadik gyorsasági után vezetni, hát az meg azért ott ledobja az jégszíjat, nem? Nem hittem, és én legalábbis nem hittem el, hogy csodahatáros volt az érzés. És még a vége meg olyan lett, hogy ott az utolsó gyorsot már nem nyertük meg, egy nagyon kevéssel másodikok lettünk talán, de úgy nyertük meg a versenyt, hogy az első gyorsot jóváért 5 másodperc fordította át a mi javunkra. Úgyhogy ilyen nem volt egyszerű, de sikerült szerencsére. És akkor most szintén te mesélve, milyen volt az ünneplés? Semmi extra.
Nem volt soha az a nagy ünneplésünk, egyik verseny után sem. Hát ugye pezsgő ilyenek minden a Nyerges-Újfalu végén. Hát jó, ott a díjkiosztón. Igen, vagy mi volt az? De este nem volt olyan, hogy összeültünk, és akkor, hogy nagyon iszogatunk, vagy bulizunk, vagy ilyesmi. Inkább így együtt megbeszéltük, hogy milyen volt a nap a többiekkel. Tehát nem volt egy ilyen katartikus érzés? Az érzés az más. Csak nem tudom, valahogy sose volt az, hogy bontsunk egy pezsgőt, vagy egy bort, valamit. Hát az érzés az fenomenális volt, hogy mondjam, hogy nagyon örültünk, meg a csapat nagyon örült, meg este mindig hazértünk, úgy volt, akkor rendeltünk olyan kaját, és összeült mindenki, meg ilyesmi, de mi nem voltunk sose azok a csapat, vagy azok, inkább ez egy család, mint csapat, hogy mi utána nagyon berúgjunk, összeüljünk, iszogassunk, meg ilyesmiket csináltunk volna. De volt olyan érzés, mintha világbajnokok lettetek. Hát persze. Salgó rali következett, ahol harmadik helyen végeztetek, de azt gondolom, hogy az a verseny már az volt, amikor az ember megnyer egy versenyt, arra még mondhatják azt, hogy véletlenül nyerte meg, bár azért ez a győzelem nem úgy tűnt, hogy véletlen. Salgó rallin a harmadik helyen már én azt gondolom, hogy nagyon erősen bejelentkeztetek a bajnoki címért folyó versenybe. Igazából szerintem ott azért egy kicsit ilyen bosszantó verseny volt, hogy végezhettünk volna előrébb is. Még ott az évünknek, a Nyerges-Újfalut, ott nem gondolnám, hogy mi annyira gyorsak lettünk volna, ha arra visszatérek, hogy azt megnyertük. Ott szerintem még mindenkinek év első versenye, és mindenki, vagyis nem úgy ment senki. Salgón reggel, az első körön, ott nem tudom, nagyon álmosak voltunk, vagy ott nem tudom, ott rosszakat mentünk az első körön, első három gyorson. A második körből ítélkezve valami olyas eredményt nyújtottunk, hogy simán tudtunk volna nyerni, hogyha valahogy úgy állunk hozzá az elején is. Nyilván ez kevés rutin, meg a tapasztalat, vagy nem tudom, mert valami nagyon sok másodperccel ott valami kaptunk a szoros patakon a Takácsétől 25 másodpercet is. Az első kör után talán 20-22 másodperccel vezették a versenyt, mi valami 5.-6. helyen álltunk abszolútba. És ez mekkora hideg zuhany volt, hogy megnyertétek az előző versenyt, és most itt meg a hát agyon. Igen, hogy ott azért először elkezdve azon gondolkozni, hogy nincs is itt helyed, vagy nincs itt keresni való sem, mert ott valamiért szerencsénk volt, akkor biztos, itt meg amúgy ennyi, hogy és aztán valahogy felszívtunk magunkat, és abból a 20 akárhány másodpercből egy hét körülre sikerült hozni rajtuk, hogy valami hétre volt már az első, a második helyzet meg 1,2-re. Úgyhogy nagyon feljöttünk. Mert csak rally következett, egy borzasztóan nehéz verseny, ugye iszonyú meleg volt. Nem a szívünk csücske. Mégis ugye megnyertétek ezt a versenyt, és talán utána már vezettétek is a bajnokságot. Igen. Tehát a Meccsek Rally egy nagyon fontos állomás. Hát a Meccsek Rallyra talán pont oda úgy mentünk, ha jól emlékszek, hogy azonos pontszámban mentünk a Takácsékkal az első helyen. A meccsekben meg ott sikerült nyerni, de ott töröltek egy gyorsat is, meg a Takácsék a második körnek az első gyorsan kiestek. Akkor ugye még második helyen álltunk, igaz? Még ők versenyben voltak, és akkor aztán úgy sikerült, hogy ők kiestek, és akkor úgy felléptünk első helyre. De utána igazából a másik gyorsan meg is nyertük az utolsó, ami volt. Tehát nagyon jól kezdődött a szezonotok, három verseny, három dobogó, ugye két győzelem. Aztán jött az East Rally és a Győr Rally. Az East Rally-n ugye kiestetek, a Győr Rally-n a katalizátor miatt kizártak benneteket. Mennyire volt nehéz ezt így megemészteni, hogy a három tulajdonképpen, ugye leszámítva ezt a 22-24 másodperces első gyorsaságin elszenvedett vereséget, tulajdonképpen sima három versenyetek volt. Igen. És amikor az ember három verseny után vezeti a bajnokságot, akkor már azért kezdi elhinni, hogy hát ez akár meg is lehet. Meg nem is kevéssel, igen. És aztán jön a hideg zuhany, hogy két nullás verseny. Hát ott nagyon nehéz volt, ugye, főleg Eger után még ott Hadján is. Jó, egy verseny elment, így maradt, és akkor még az nem volt akkor a pánik, hogy féljünk, vagy hogy mondjam, de mikor már a második verseny
És főleg úgy, hogy most mondhatom, hogy mi is vagy lehetünk hibások emiatt, meg nem is, de amikor már megcsinálod a versenyt, beleáldoztál mindent, tényleg beértél a céldobogóra, kibírta az autó, mi rajtunk úgymond nem múlt, és megvan a pontszám, megvan minden, és akkor elveszik tőled, az úgy nagyon bosszantó, hogy nem is akartam menni az utolsó versenyen a Diózsi Rallin, hogy 2-0-ázás után igazából Győrbe, ha azt a pontszámot megadják, akkor Miskolcon mi úgy álltunk volna oda, hogyha Miskolcon nem indulunk, akkor is bajnokok vagyunk. És így meg Miskolcra úgy kellett oda mennünk, vagy a Diózsi Rallira, hogy nem is akár milyen feltételekkel tudjuk csak megcsinálni a bajnoki címet. Nem elég az, hogy vagy első háromba kell célba érünk, vagy így könnyű legyen, hanem Diósgyőrbe csak akkor tudunk bajnokok lenni, ha megnyerjük a komplett versenyt, és még a Power Stage-et is megnyerjük, akkor is csak azonos pontszám alakul ki Péter Pálékkal, és ugye akkor fordul a javunkra a bajnoki cím, mert ugye akkor 3-2 az éves aránya, ahogy nyertük a versenyt. Ezt már említetted, Cynthia, hogy innentől kezdve ez már egy nagyon komoly verseny volt. Már úgy készültetek neki, hogy ez egy ilyen nagy... Igen, és úgy, hogy ezt muszáj megnyerni. Én mondtam Ákosnak, hogy csak menjünk, és érezzük jól magunkat, és azt mondta, hogy nem, vagy megnyerjük, vagy azért megyünk, hogy megnyerjük, vagy akkor el se induljunk. Mennyire volt nehéz felkészülés? Mert gondolom, amikor már elrajtoltatok onnantól kezdve, már nem olyan, nem érzi az ember annyira a súlyát ennek a dolognak, de azért úgy oda menni egy versenyre, hogy most vagy soha, melyikötök bírta jobban? Szerintem egyiken se. Hát az biztos, hogy megnézem a komplett évet, azon kívül az 5 versenyt, a legidegesebb vagy a legizgultabb a Diósgyőr Rallin voltunk, de ott is csak addig, amíg nem rajtoltunk el. Elrajtoltatok onnantól kezdve, azért már rendben volt minden a versenyen. Vagy legalábbis a gyorsasági szakaszon. Nekem nem. Én közben is azon stresszeltem, hogy ne roncsam el. Persze elrontottam. A Powert. És mit rontottál el a Poweren? Lejjebb mentem egy sorral? Hát lemaradt egy kicsit az utolsó bükszentin. De azon a részen pont, vagy szerencsém, hogy mondjuk rá, hogy szerencsém, hogyha idegen pályákon is 2-3-at tréningeztünk, akkor viszonylag hamar meg tudom éjezni a pályákat, meg sok belső videót nézek, és akkor amire pályáról persze tudok, és akkor úgy nagyjából megvan fejbe. És akkor azon a részen közben próbáltam emlékezni az itinerből, hogy én mit diktáltam fel, hogy segítsek neki, hogy visszataláljon, meg mentem közben, nem tudom, egy kilométeren keresztül úgy nélküle. De nem volt semmi gond, meg 9/10-de megnyertük a Powert. Hogyha Netflixen lennénk, akkor ebből biztosan egy jó nagy történetet kanyarítanánk, de azért a súlya megvan annak, tehát a Powert ott még mindig meg kellett nyernetek. Persze. Tehát és az, amikor és a Powert megnyerni, az nem olyan, mint egy versenyt megnyerni, ott a tizedek döntenek. Tehát egy tized is eldőlhet. Hogyan tudtatok egyáltalán visszatérni a koncentrációhoz, hogy az ember kap egy ilyen nagy nyakast? Hát szerintem még jobban. Nem volt bé. Hát jobban megvadultunk, mint addig. Vagy akkor ez kellett ahhoz, hogy megnyerjétek? Azt nem tudom, hogy ez kellett-e. Mondjuk én szívesen kipróbáltam volna úgyis, hogy nincs ilyen benne, de Istennek jól sikerült is. Szintja, te is. Igen. Beértünk a célba, és mondtam neki, hogy de ne haragudj, tudtam, hogy veszett ügy. És beértünk, és csak így... Én még beszéltem neki, hogy de ne haragudj, és nem tudom, hogy mi történt, és úristen, ő meg csak megvan, megcsináltuk. Mondom, miért? És nézem, és tényleg megvolt. 9/10-e jó. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy szeretném átnyújtani ezt a követ, ami most esik le a szívemről. Igen. És akkor ez a nagy sztori. És így meg lett a bajnoki cím. Egy jó végellenőrzés után. Na és akkor most a szokásos hülye kérdésemet hadd tegyem föl. Na és ezek után milyen érzés volt? Ott, amikor az emberen lemegy a hideg zuhany, és aztán mégis megnyeri. Én nem magamra voltam ott leginkább büszke. Nyilván tudtam, hogy mennyi minden múlik rajta, és mégis hibáztam, és mekkorát hibáztam. Hogy én azt gondoltam, hogy ez így csak Ákos. Pedig nem, így van. Az övé ugyanakkora, vagy ha nem nagyobb érdem az egészben, mert tényleg, ahogy ti is mondtátok, hogy ő vezetett el A-ból B-be, meg úgy mentünk a pályán, ahogy ő mondta.
Úgyhogy... Már amikor mondtam. ORB 3-as bajnokok lettetek, ugye rajta is van az autón ez a gyönyörű matrica, amit én azt gondolom, hogy, bármelyik rally szurkoló igazán nagyra értékel. Tehát ezt már tőletek soha nem fogják elvenni. A ti nevetek rajta szerepel a bajnokoknak a listáján, ami azért egy eléggé felfoghatatlan dolog, főleg amikor az embernek a neve először kerül fel. Mikor éreztétek azt, hogy tényleg megvan? Mikor fogtátok fel, hogy megvan, és hogy ott lesz a mi nevünk most már végig, mindörökre? Mindenképp már azért a céldobogon ott érezhető volt az, hogy ott azért úgy ott körülöttünk forgott minden, meg hogy azokat a nagy kupákat átvettük, meg akkor ott volt a szervizcsapat, ott volt a családunk, ott volt mindenki, és akkor ott azért tudatosult bennünk. És akkor ezt követte még egy végellenőrzés, ahol egy kicsit elvették a kedvünk, de utána meg a teljes mértékben. Ezt a visszaadta. Mik a további tervek? Az volt meg az lett volna az észszerű is, hogy a tavalyi évet, hogy ilyen jól sikerült zárni. Ugye a téli szünetben, az 5-6 hónapban épül az autóban majd egy 1.6-os motor, és akkor lépünk egyet feljebb, akkor Rally 2-be menni az éven. Csak sajnos, vagy sok dolog nem úgy alakult, ahogy mi terveztük, meg közben fontosabbak lettek más dolgok is, és így a motor projektet is le kellett fújni, úgyhogy nem készült motor se. Úgyhogy maradt ez a széria 2000 köbcentis motor benne, úgyhogy bajnokság így az éven nem is lesz, mert az anyagiak nem teszik lehetővé. Egy pár, most hétvégén megyünk itt egy minisprinten, ezeken a olcsóbb költségvetésű versenyeken egy páron szeretnénk szerepelni az éven, meg ha úgy van és összejön, akkor tényleg a nagyon közeli Rally 2-es versenyen itt a Diózsió Rally 5. hóba így közösen mennénk egyet megnézni, azért mégis hiába, hogy nem értékelnek meg széria motor, egy P13-ba, Rally 2-ből menni egy Diózsió Rallyt, és nézni az abszolútat attól függetlenül, hogy nem lesz hivatalos értékelésünk, meg szerintem nem is érnénk oda úgyse a dobogó közelébe. Meg ha nagyon összejönne még, akkor egy pálházát évvégén is széttolva, hogy maximum két Rally 2-es futamot az évre. És láthatunk benneteket Rally 2-es bajnoki címért harcolni? Az évben biztos nem. Jövőre? Hát ez majd nagyban függ abba, hogy esetleg hogy sikerül támogatókat, vagy olyan segítséget szerezni, vagy kapni, hogy ezt lehetővé tegyék, hogy tudjunk egy Rally 2-es bajnokságot és egy motort csinálni az autóban, amit megfelelnek. Ha én semmiképp nem lennék ellenére, nagyon szerettem volna folytatni, vagy nagyon szeretnék menni. Nagyon szeretem ezt a hobbit, úgyhogy én szívesen versenyzek. Ha minden körülmény lehetővé lesz téve, akkor mindenképp. Távolabbi jövő, mondjuk, hogyha egy ilyen 10 év távlatában gondolkozunk, akkor marad ugyanez a... Én azt mondom, hogy szerintem Lada marad a portán mindig. Reméljük. Szintén neked is megvan ez a Lada becsípődés? Igen. Mi a jó a Ladában? A hangja, az illata. Neki csak Lada becsípődés van. Néha szó került ilyenre, hogy gyári versenyautó, hogy ezt lehet cserélni egy C2-R2-ről, vagy akármire. Azt mondta, hogy a portáros se. De nyilván én vagyok a főnök, az elég mondta. Persze. Úgyhogy, hogyha úgy lenne, akkor nem ő dönteni. De megmondanám, hogy te hogy döntesz. De... Egyelőre semmi ilyesmi. Ha lenne rá lehetőség, akkor csak úgy ezzel mennénk. Köszönjük szépen. Kívánjuk, hogy nagyon sokszor láthatjuk még ezt a Zsigulit. Úgy látom, hogy még van hely a C-oszlopon, meg hogyha már esetleg elfogy, lehet a tetőre is folytatni tovább a matricáknak a ragazgatását. Kívánom, hogy még nagyon sokszor kelljen nagyon-nagyon szorítani a versenynek az utolsó gyorsaságján. Köszönjük szépen. És köszönjük szépen a Lajos Petrinek a helyet, hogy itt tudtunk forgatni veletek. És köszönjük nektek, hogy megkerestetek minket. Köszönjük szépen! Köszönjük!